Szerintem az nem egy rossz dolog, hogyha azt mondom, hogy ő egy gyermeki lélek, aki nem tudott nőni, vagy elfejlődtünk egymástól. Ezzel nem bántani akarom, hanem ez egy tény megállapítás. Ő meg mondhat rám mást, hogy én meg lettem a pesti nagy dáma. Én meg ezt kapom meg mindig. Ez azért cuki, amit mondasz, mert voltam egy egyszemélyes színházi előadáson, egy középkorú nő tartotta, szuper a csaj, ajánlom, hogy néznek, ha még játszák, kurtizánképző ez az előadás. Hát betojás jó, és arra emléksz, nagyon-nagyon, az egész előadás szuper, ugye tételek vannak, amit meg kell tanulnunk, és a végén kapunk certifikátot, hogy mi szakképzett kurtizánok lettünk, és az egyik tétel, ebbe az első, hogy hány éves a férfi. Ez az egyik tétel, amire válaszolni kell, és akkor így kérdezgeti ugye először, hogy na hány éves a férfi, és akkor mennyi? A férfi 5 éves, és ezt jegyez az egyik alappillére annak, hogy te jó kurtizál, hogy jegyezd meg, a férfi 5 éves, és hogy mi nők mit csinálunk? Kombinálunk folyton, elképzeljük fehér lovon, kigyúrva, rózsával, szerenád a erkély alatt, stb. De nézzetek rá szerencsétlenre. Hát ő csak ezt tudja hozni. Ti meg várjátok a nem tudom mit. Ne várjatok, ne kombináljatok, lássátok a férfi. Nagyon-nagyon viccesen, és nagyon, viszont nagyon igaz ez a dolog. És ez is olyan érdekes például, ez nekem ilyen sokszor gondolkodok rajta, hogy vajon miért van ez, hogy tényleg ezt érzem nagyon sokszor, hogy a férfiak megmaradnak valamilyen szinten gyereknek, hogy ezt mennyire mi nők, mi anyák tartjuk, vagy konzerváljuk. Én ezt abszolút így tartom, hogy a társadalom és az anyák ezt így konzerválják. A Miklós szokta azt mondani, hogy az 5 évesnél rosszabbak, szerinte 15 évesek, akik már azt hiszik magukról, hogy kurva felnőttek, és már mindent megtehetnek, mert ma az első cigi, meg az első vodka megvolt, vagy az első sör is. És lehet, hogy az első punci is. És azt hiszik, hogy akkor ők már itt csodát tesznek, és hogy aki hozzájuk leborul, nekem ott szorul össze a gyomrom a férfi aktól, és tisztelet a kivételnek. Amikor én azt mondom, hogy oké, okay, 5 éves vagy, vagy 15, lemegyek hozzád a te szintedre, így is tudlak szeretni az összes fasságoddal együtt, nézzük meg, hogy mi lesz ebből, és erre azt mondja, hőha, megláttak, én most mennék vissza ahhoz a nőhöz, aki azt hiszi, hogy 40 éves vagyok, és aki így fog befeszíteni engem a saját fasságaimba, és aki le fog ütni, legyilkol, letör, és én is őt, mert hogy én meg őt fogom büntetni azért, hogy nem látja bennem az 5 éves vagy egy 15 éves férfit, kisfiút, de hogy a férfiak meg attól vannak befosva, hogyha véletlenül meglátod ezt bennük, és lemész, és játszol velük, és tudsz az a gondtalan lenni, és azt mondod, hogy ja, építsünk homokvárat, hát építsünk, hát hozom a lapátot, hát holnap utára meg lesz, mikorra legyen meg? Úristen, tudunk? Úristen, ez valós? Úristen, engem lehet szeretni? Úristen, már itt se vagyok? Visszamentem a nénihez, aki baszogat, jó? Ő olyan, mint anyukám, jó? Pont ezt akartam mondani, hogy mert hogy ehhez a gyereki léthez kell egy anyuka, aki ugye már fölnőttem, tehát el kell hagyni, de keresek akkor egy másik anyukát. Nekem ez is olyan érdekes, hogy nézd végig a nőismerőseiden, hogy kinek van hobbija, meg a férfi ismerőseid. Tehát a hobbira igazából, nekem nincs is időm, hol lenne időm hobbira, amikor nevelem a gyereket, vezet a háztartást, dolgozok, hogy tényleg a pasik szinte mindegyiknek van valami hobbija, amit meg tud élni, mert hogy ilyen gyerek szinten még homok, meg hogy igen, tehát ez érdekes, olyan jó pofa, tehát a legkisebb fiam, teljesen más a szeretet nyelvünk, ő nem szereti, ha pusztilgatják, ha szeretgetik, én nekem ez hiányzik egyébként a legjobban, tudod, ez a öleget, te hajak meg simogat. Én is érintéses vagyok, és ugye egyedül élek, tehát hogy én, igen, tudom, miről beszélsz. És akkor, és próbálom, tehát hogy folyamatosan, és ezt tudatosan, tehát meg is mondom neki, hogy én most azért cseszegetlek téged, hogy későbbiekben boldog legyél, mert akkor leszel boldog, hogyha melletted a párod is boldog. És lehet, hogy te nagyon-nagyon szeretsz például engem, de amikor kérek tőled valamit, nem tudom, hogy olyan dolgot, amit, hát, hogy ő nincs kedve hozzá, mert ő neki, ő ezt nem szereti. Mondom, tudom Ádám, hogy te nem szereted, de nekem jó lesne, és én szeretném. Ez bármi, egy gesztus, egy
egy program, valami, és mondom, ezt tanuld meg, hogy nem azért csinálunk meg dolgokat, mert szeretem vagy nem szeretem, azért csinálunk meg dolgokat, mert aki velem van, a partnerem, most jelenleg mi ketten vagyunk együtt, partnerek vagyunk ebben az életszakaszban, és azért csinálsz meg valamit, mert szeretsz engem, és tudod, hogy ez nekem jól esik. És ezt muszáj tudatosan elkezdeni, fejleszteni, gyakoroltatni, mert nagyon könnyű lenne, hogyha mindig azt csinálnak, amit ő szeretne. Ő boldog lenne, én, mint anyuka, nagyon örülök, hogy ő boldog, és akkor mit konzerválok, vagy mit mutatok meg a gyereknek, hogy mindig az van, amit ő szeretne. És lehet, hogy sokkal egyszerűbb és könnyebb, de neki lesz nagyon rossz. Ha és most itt jövök vissza arra, amit mondtál, hogy kompromisszumkésznek kell lenni, de nem az a feláldozás, hogy csak a másik, mert akkor ő keresne egy olyan nénit maga mellé 30 évesen, aki ugyanúgy feláldozza magát, mint egy anyuka. Azért én még hiszek ebben. Hiszek hogy még vár valaki, de egy teljesen új, tehát hogy már teljesen más dimenzióban, más értékrenddel, más rezgés szinten lesz majd társam. És nagyon-nagyon hálás vagyok mindenért, ami eddig történt velem. Mind a két házasságomért, mind a három gyerekemért, minden egyes átbőgött éjszakáért, mert nem az lennék most, aki vagyok. És most nem itt jövök erre megint vissza, hogy minden egyes átbőgött éjszakáért, hogy amikor megkapjuk, nem tudom, hogy te szoktad, de nekem ez akkora nagy trigger, annyira utálom, hogy milyen erős vagy, meg ez, gyere ide akkor, amikor én itt bőgök este 10-kor, a kurva egyedül a szobámban. Más ugye a dinamika, mert veled ott van a gyerek az egyik, meg más nekem, én aki azt választottam, hogy salamoni döntésem eredménye, hogy az apukánál maradtak a gyerekek, és a saját döntésük is benne van ebben, tehát nem úgy csak elsétáltam. És amikor itt vagyok este 10-kor, én, akinek az érintés a nyelvem, tehát én, amikor emberekkel találkozom, akikkel közel érzem magamat, magamhoz őket, és megmerem érinteni őket, sokszor csak így simogatosan mondom, ne haragudj, töltődnie kell az ujjamnak. És akkor mondom, úristen, milyen jó bőröd van, úristen, de jó az illata, úristen, az Adri is ez, amikor találkozunk, és megölelem, és az a cirógatás, Szóval, hogy így tölteni az aksiket, és amikor jönnek el, hogy milyen erős vagy, hát nem bazd meg, egyébként te is erős vagy, hogy te meg a fosbirodalmadban benne maradsz, és én is tudom mondani, hogy ó, milyen fasz a gyerek vagy, hogy termeled magadban a rákot, hát igazad van, meg majd amikor pofára esel 5 év múlva, mert lehet, hogy a férjed fogja azt mondani, hogy nekem ennyi elég volt ebből a létből, vagy a feleséget fogja azt mondani 5 év múlva, hogy mivel nem voltál transzparens, és nem tiszteltél engem, mint embert, ember-emberhez, ugye itt jövünk, nem tisztelted a szövetséget, ezért én most így köszönöm szépen, hogy nem tudtam feldolgozni. Szóval, hogy mind a két tablettán vagy a kapszulának megvan a maga nehézsége, csak az egyik rövid távon is látszik, a másik meg csak hosszú távon látszik. Igen, ez abszolút. De nincsenek véletlenek, tehát én ebben is most meg végképp megerősödött bennem ez a szinkronicitás, hogy nem ez sem véletlen, amit most itt beszélgetünk, hogy találkoztunk, hogy én pont összetalálkoztam a te barátnőddel, hogy szóba került, soha nem is hozom ezeket szóba, de ott elindult egy beszélgetés, aminek ez lett a vége. Ezek ilyen nagyon nagy csodák, és kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a következménye, de ezek tényleg, tehát így csoda az egész, ami így körülöttünk van is, és ami körülvesz minket, csak olyan érdekes, hogy a horizont, ez egy nagyon-nagyon jó üzenet volt számomra, hogy a horizontot nézzem, mert hogyha lehajtjuk a fejünket, mindig a hétköznapi gondjainkkal vagyunk elfoglalva, nem látunk előre. Ha mindig fölfelé nézünk, mert ilyen magasztos, pátoszos, vallásos, akkor is tévú, akkor sem látjuk. Ha a horizontot figyeljük, és látjuk a föntet és a lentet egybe, azt gondolom, hogy akkor tudunk előre mozdulni. És én nekem most ezt kiegészíteném azzal, hogy ugyanakkor, amikor még csak kiemelkedőben vagy a saját gödrödből, és még csak megszületőben vagy, akkor érzed már a horizontot, de akkor napról napra kell megélned. Én a mai napig nem tudok körülbelül 2-3 hétnél előrébb tervezni, és nem is akarok.
Mert... Nem is akarok, nem is tudok, mert minek? És jön, és csak jönnek a dolgok. Igen, mert hogy mindenki azt mondja, és akkor itt aláírtam a papírt, és 20 évre ez így lesz, és gyerek, és 4 autó, 5 ház, 2 motorcsónak, izé, összerakjuk. És én, aki már elvesztettem mindent, és újraépítek mindent, azt mondom, hogy 2 hétre vagyok hajlandó csak erőre tervezni, viszont mindent úgy csinálok, hogyha holnap a fejemre esne bármilyen tégla, akkor azt mondom oda, hogy gyerekek, ez nagyon fasza volt, lehetne még egy kört, csak hogy most ez a szopatós részét kihagynám, ezt most így megtanultam ebben a körben, úgyhogy, és ez tök érdekes, hogy beszéltem egy pszichológus sráccal, és ő megkérdezte, hogy neked így mi az életcélod, vagy mi az, ami hajt. És én így azt mondtam, hogy igazából én nekem most nincsen így kiemelve, mert hogy úgy élek, ahogy szeretnék, ott élek, amit én választottam. Ha megkérdezik, hogy hova mennék nyaralni, nem tudok mondani, mert bármikor ki tudok szakadni. Tehát nincsen az a mögöttes, hogy azért megyek el az El Camino-ra, hogy kiszakadjak a civilizációból, ki tudok szakadni 2 másodperc alatt. Megy fánk alatt. És magamra húzom, és kész. Hogy nyugalomra vágyok. Olyan környezetben élek, és olyat teremtettem magamnak, ahol nyugalom van. Annak minden nehézségű. Nagyon egyforma sémára működik például az életünknek a szakaszai. Most ugyanez van. Imádok itt valami. Ugye? Imádok. Ugye? És hogy nem tudok ilyen magasztos célt megnevezni, mert hogy azt élem... Az élet. Igen, az hogy, élet. Igen, hogy azt élem, és úgy élem, ahogy szeretném, és ez az, hogy szinten tartom, és közé bugyognak ki belőlem ezek, hogy és podcastot indítok, és ez, de az ilyen könnyedséggel, hogy amellett, hogy megírom a szoftver dokumentációt napi 8 órában, és kiválóan beszélgetek a nemzetközi kollégákkal, és tehát, hogy én azt megélem, amellett így bugyognak ezek ki belőlem. És hogy tökre imádom a munkámat is, hogy tökre imádom, hogy szabadságom van ott is, hogy tökre imádom, hogy líderem van, nem bosszom, hogy olyan csapatok vannak mellettem, mögöttem, akik nélkül semmi nem lennék, hogy én így, de lennék, csak hogy így emeljük egymást, érted? Hogy ez így tök jó. Ugyanez az én munkahelyem is, tehát hogy azt gondolom, hogy most teljesedek ki. És ez igen, tehát hogy most kezdek, már nagyjából a horizontot látom, még kell ezen dolgozni, de nem ilyen görcsösen, már nem a hitem, én nem vagyok vallásos, nem nagyon érdekelnek a vallások, nagyon szeretem hallgatni a muszlim barátomat, a keresztény barátomat, de csak olyanokat, akiknek számomra hiteles a hitemet, mert hál' Istennek vannak ilyen emberek körülöttem is, és becsülem és tisztelem is őket, kicsit irigykedek is a hitükre. Benne még rengeteg kérdés, meg kérdőjel, meg kételj van, de a hitem nagyon kezd megerősödni abban, hogy nincs más dolgunk, mint jó emberként létezni, és tényleg a tenyerén hordoz minket. És utólag fogjuk majd megérteni, de vagy lehet, hogy utólag se, hogy mi miért történik, de nem is kell ezen görcsösen. Anyukámnak meséltem ezt el, mert így látja a változást bennem, hogy ez olyan anyu, hogy bedobnak, megszületsz, és bedobnak a mély vízbe. És automatikusan, ösztönösen kapálódzol, meg kijelölsz magadnak, hogy majd én erre úszok, még akkor is, ha jön a vihar, de nekem úszni kell, és kapálódzol, és úszol, és egyre jobb vagy az úszásba, és semmi dolgunk nincs, mint hátrafordulni, fölfeküdni a víz színére, és hagyni. De ezt ösztönösen ugye az vízbe rettegsz, és úristen, mi lesz, hogyha nem kapálódzok, elsüllyedek, és mindenkik, én is kapálóztam. És a mai napig van, hogy nekiállok még 2 csapodni a kezemmel, és akkor mindig rájövök, hogy ezt pofázod mindenkinek, hogy hit és bizalom. És nem kell csapkodni, mert oda fog vinni, ahova neked menned kell. És amióta ez a hitem így megerősödött, tényleg így fölfeküdtem a víz színére, süt a nap, langyos a víz, és arra megyek, olyan helyekre jutok el, olyan emberekkel találkozom, olyan dolgokban vehetek részt, olyan dolgokat láthatok, amikre csak így rácsodálkozok, hogy Úristen, ez az egész univerzum, ez az egész mindennel összefüggő nagy egységnek a részese lehetek, és hála mindenért. Azért, hogy,
reggel fölkelek és fogat tudok mosni, ez a világ legboldogabb embere vagyok, ezt a barátomtól tanultam meg, aki kétszer túlélte a rákot, és egy számomra egy fantasztikus ember, hogy fölkelsz és fogat tudsz mosni, hülye vagy? Mit akarsz még? Vagy tavaly együtt voltunk, és mostam reggel az arcom belenéztem, úr Isten, hogy nézek ki a dobá, itt oka, ott ránc, és így rám nézett, hogy tudod, akivel tavaly együtt feküdtem bent a kék golyóba, 35 éves, ő neki már nem ráncosodik tovább, nincs ilyen gondja, úgyhogy csak tedd össze a két kezed. Úgyhogy én minden reggel megalapítom, hogy micsoda mázlista vagyok, hogy és tökül még sokat legyen. Nevetek, mert így ez a ránc is megvan, nézd, minden helyén van, fasza, jó lesz ez. Tényleg, mint amikor kinyílik a harmadik szemed, és rácsodálkozol, hogy milyen csoda, amiben élsz. Csak eddig vagy lefelé néztél, vagy fölfelé, és nem láttad a horizontot. Pedig vagy belefeszítetted magadat abba az irányba, ahol ki voltak rakva annyira, hogy erre úsz, és lehet, hogy nem a te utad. Így van, pontosan. Vagy mentem a többiek, de mindenki arra úszik, akkor nekem is arra kell úszni. Persze. Árral szemben, viharba, mindenen keresztül. És tényleg mindenkinek ez nagyon nehéz. Tehát, hogy ez, amikor halálfélelmed van attól, hogy elsüllyedsz, vagy lemaradsz a többiektől, vagy vihar van, nagyon nehéz. Tehát, hogy ez szinte emberfeletti dolog. Hatalmas hit kell hozzá, hogy abba hagyd. Nem fogsz elsüllyedni.